hagyományoknak az ápolása és megélése, hiszen Debrecen városa számára Hortobágy az gyakorlatilag egyet jelent azzal a kincsel, amit őrizni kell, és figyelni rá, és gondozni. És ezért 2017 óta azt a döntést hoztuk, hogy közösen fogjuk együtt építeni a turisztikai kínálatot, minden olyan lehetőséget megad Hortobágynak Debrecen, ami nyilván a saját erejéből adódik, tehát költségvetési támogatás bizonyos rendezvényekhez, amik itt országos jelentőségű rendezvények is, és ezt szépen elkezdtük felépíteni a hagyományokra való tekintettel. Ugye ebben az évben 350 éves a közös máltai ménesünk, ami azt gondolom, hogy méltán mutatja azt, hogy milyen hagyományokról beszélünk, és nem az elmúlt évtizedben hordta össze ezt a szél, hanem ez egy nagyon komoly együttműködés volt Debrecen és Hortobágy lakossága között. És nem csak arról van szó, hogy egyszer egy rendezvényt támogatunk, hanem mi rendszeresen a turizmusba, amit Debrecenbe jön, amit Debrecenbe hozunk, turistacsoportok, sajtó megjelenések, ugye sajtótúrák, azt mind úgy kötjük össze, hogy jó, akkor most Debrecen, aztán megyünk Hortobágyra, és utána próbáljuk segíteni a Hajdúszoboszló és a Tiszatói régiót is, hiszen nagyon fontos az, hogy nem azért jött létre a közös turisztikai légiónk, hogy gyakorlatilag ezt elmondjuk magunkról, hogy na, akkor van egy debreceni közös együttműködés, hanem azért, hogy ténylegesen ebből profitáljon mindenki, és ez egy olyan valós együttműködés legyen, ami a turista áramoltatást is tudja biztosítani, és ami nagyon fontos talán ezeknek a kisebb helyeknek, hogy Debrecenből azért csak 200 000 ember ér, ahol fizetőképes kereslet van, akiknek meg kell mutassuk, ez feladatunk is, hogy ezt a környező értéket, amit gyakorlatilag itt tápolunk, és sajnos azt kell mondjam, hogy még mindig ott tartunk, hogy igenis fel kell hívjuk a figyelmet Debrecenben is, hogy tessék menni, itt van a környéken 30 km-re Hortobágy, 20 km Hajdúszoboszló, 80 km Tiszató, és tessék egy napos program keretében menjünk ki, és költsük ott a pénzünk, segítsük ott a helyi vállalkozásokat, adjunk munkát ott az embereknek. És nyilván ez egy nagyon fontos turisztikai és gazdasági együttműködés is, és ami mi úgy gondolkodunk Debrecenben, hogy nem csak Debrecenről szól a világ, hanem igenis az arról a régióról, amit mi képviselünk, és ez most itt a turizmusban nyilvánul benne, de akár az oktatás, egészségügy területén is tudom mondani az együttműködés, kulturális téren is nyilván ezek mind azok az együttműködések, ami azt adják, hogy a keleti régióban itt valós cselekvés van, és valós együttműködés, nem csak beszél. A tavalyi évet, ha megnézzük, ugye az első hullám után egy nagyon erős belföldi turizmus indult el, aminek Debrecen és a környék egy nagy nyertese volt. És látva a számokat, mivel mi mindig tényekből, számokból indulunk ki, mennyi vendég éjszaka, mennyi turista áramolt, stb. Tehát ezek a legfontosabb adatok. Nyilván a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is az adatvezérel turizmus kapcsán ez a legfontosabb célkitűzése, hogy ne szokásjog alapján döntsenek az adott szolgáltatók, hanem tények alapján. Milyen korcsoport, milyen nemzetiség jön a városba, ők hova mennek, mit csinálnak, milyen programokon, mikor van idő, hogy akkor most itt hirdetek, és akkor megszólítok bizonyos csoportokat, akiket aztán idehozok. Tehát ez egy nagyon fontos együttműködés, amit végzünk, és azt gondolom, hogy a turisztikai ügynökségnek egy nagyon jó példa ez a mi régiónk, hogy itt valós együttműködés van, és ténylegesen megy a turista áramoltatás. Most például éppen egy nagyobb sajtóút van Debrecenben, ami egy nap Debrecen, aztán megyünk Hortobágyra, aztán megyünk Tiszatóra, és akkor sorolhatnám ugye a hajdúszoboszlói központot is. Tehát én azt gondolom, hogy a turizmusban, hogyha hozzuk már a tavalyi számokat, és azért látjuk, hogy az adatok alapján ez látszódik, hogy meg lesznek azok a számok, azért az egy nagyon komoly belföldi aranykor volt a belföldi turizmus tekintetében. Nyilván a külföldi vendégészaka szám az nagyon nagyot esett ugye a koronavírus járvány miatt, de nekünk azon kellene, hogy ezt gyorsan pótoljuk a belföldi fizetőképes kereslettel. És ezen dolgozunk, és ez látszik is, hogy a tavalyi évben is a régiónk nyertese volt ennek, nem úgy, mint akár Budapest, hogy látszik, hogy ott összeomlott szinte a turizmus, hanem mi azon dolgoztunk végig, hogy a belföldi vendégészaka számot úgy felhúzzuk, hogy gyakorlatilag túléljék a helyi vállalkozások, a helyi turisztikai szolgáltatók.